A tavaszi időszakban egyre gyakrabban előfordulhat, hogy egy méhrajjal találjuk magunkat szemben, akár fákon, sziklarepedésekben vagy az ereszt alatt is megszállhatnak a tél kezdetéig. Ilyenkor nem szabad azonban pánikolni vagy megbolygatni a méheket, ugyanis a rajzás egy természetes szaporulási folyamat az esetükben. Ilyenkor az első ránézésre ijesztőnek tűnő rovarok nem gyűjtenek virágport sem, csupán megfelelő helyet keresnek maguknak. Fontos tehát, hogy ne bántsuk az élőlényeket, hanem hívjuk a szakember segítségét. Ha valaki méhrajt lát, akkor általában az önkormányzatnál szokták bejelenteni. Az önkormányzatoknak meg kapcsolata van helyi méhészekkel, vagy mondjam azt, hogy velem, mint megyei méhészeti szaktanácsadóval, és akkor mi megpróbálunk segíteni ilyen helyzetben. Akkor, amikor egy méhraj valahol megtelepszik, akkor a méhész igyekszik úgy mondjuk szakkifejezéssel, hogy besöpörni egy dobozba, egy kasba a méheket, aminek az a lényege, hogy az anyát, hogyha be tudjuk söpörni, akkor utána a méhek az anya feromon illata alapján oda fognak csoportosulni köré, és úgy, ahogy a fán csüngenek rajba, ugyanúgy a dobozba vagy a kasba fognak összekapaszkodva elhelyezkedni. Hivatalosan két dolgot lehet tenni. Az egyik a durvább dolog, hogy mivel ismeretlen eredetű a származásuk, nem tudjuk, hogy van-e betegség, vagy leöljük őket, vagy, hogy ezt megelőzzük, megint csak szakmailag mondom, hogy úgynevezett pincézéssel tudjuk, 3 napig pincébe tesszük, addig nem kapnak táplálékot, mert hogyha esetleg fertőzött mézzel együtt jöttek ki a kaptárból, akkor azt fölemésztik, és utána, hogyha új lépekre ütjük őket, kaptárba helyezzük, akkor utána nagy biztonsággal, egészséggel tovább fognak élni.